Jó reggelt kívánok, kedves nézőink! Erőteljesebb gomoly felhőképződést okoz egy a közelünkben húzódó hidegfront, de más, jelentősebb változástól nem kell tartanunk a front hatására, hiszen ma is több órás napsütés ígérkezik, és ma reggel is igen hideg volt. Az ország nagy részén továbbra is fagypont alá csökkent a hőmérséklet, délután pedig 13 és 17 fok között váltakozik a csúcsérték. A több órás napsütés mellett előbb északon, délután pedig máshol is megnövekszik a gomoly felhőzet, csapadék viszont nem várható, és erősebb szélre elsősorban a Kisalföldön számíthatunk. A folytatásban is marad a napos időjárás, sőt a jövő hét elején derült, száraz napos időre van kilátás, vagyis felhő sem nagyon lesz az égen. Addigra egyébként már eltűnnek az éjszakai fagyok is, illetve a jövő hét közepe táján már 20 fokot is mutathatnak a hőmérők, szombaton lehet elvétve egy-két helyen kisebb eső, zápor, de a továbbiakban számottevő csapadékkal nem kell számolnunk. Szép kellemes napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra!